A sav. A sav. Elkapott? Igen. Itt a oldalsó szobában. Hello YouTube dépe. Cső, cső. Térjünk vissza, folytassuk. 13. fejezettel. De most a csávó legalább velünk van. Ja, igen, velünk van, mert vele együtt estünk. Igen, igen. Legalább egy társunk van. Hát fi, az már lő helyettünk, én így kell gondolkodni. De amúgy csaj az nagyon ki van vonva az egészből. Ja, szerintem az, azt szerintem azért igen. Egyébként, hogy ne a hátsó feltelel meg a izére koncentráljon a játékos, hanem a játékra. Azért külön kellett a fizetni, hogy azt igen, csinálom. Igen, azért DLC-s. Menj már a faszba! Most esett le a busz. Aha. Jó, gondolom biztos nem volt benne. De tovább, de sokkal tovább ment a busz, nem csak nekem ennyit is ment. Úgy tűnt, hogy mi nem itt, vagy csak mi jó, hát azért ha közelebb néztem, azért átment egy pár falon, de... Mindjárt megnézem, mi van, hogy hol esett le. Egy automata van, azt majd üsd meg, add csomó cuccot, de... Ha a bal oldalra elmész a szobába, akkor kapsz shotgun lőszert. Az automat, ja látom. Várj, a bal oldalra? Aha. Liftek. Ahol, ja, értem, megvan, megvan, megvan. Agylé, köszönöm. Mennyi agylét adott ez? 300, 300, 500, 1100-at. Ennyi? A kurva nem. Több mint a semmi, csak azért, mert megütött egy automatát. Hát de nem az egy lőszerre számítottam. Ja, hát agylé jó az, az is jó. Majd upgrade-elsz. Hát így mukénytelen vagyok. Van itt egyébként egy jegyzet az ágy mellett, így Joseph mellett, így jobb oldalt. Ja, mindjárt megnézem. Egy láda ez van. Hát csak egy kis lore, üres láda. Ja. Vissza lehet menni menteni, és én megyek is. Én is megyek. Már csak azért, mert van egy-két szép, azt hiszem kinyitva még tőled, és nincs kidútolva. Jó. Ez a hely egyre szarabbul néz ki komolyan. Ja, már megint szarabb lett? Na. Már a belső terem is rohad, nem csak külső. Fasza. Hát látszik, hogy közeledik a vég. Ja. Na nyissam, gyere szabad aztán. De a nő az halál nyugodtam úgy. Azt hiszem, az, hogy az a baj, hogy az még egy kettőbe se terül ki, hogy ő ki a faszom. Ja. Na várjunk, van kulcs? Van egy kulcsom, nyissuk ki ezt, mi van benne vajon? Az a baj, nekem kevés az egy. Mi ez? Három robbanós nyíl? Ezt ki tudom venni? Ja, kivettem az összeset. Én is egy kis... Kellhet. Műszerben. 5 shotgun, de az nem lesz valami nagy segítség. Van minden semmire több. Ja, upgrade-elek egyet. Istenem, megyek vissza. De nem előtte persze menteni fogok. 30 ezer. Ja, nem upgrade-elek, azt mondtam, hogy dárdára akarok tűzni. Igen, igen, hogy a 50 ezeres. Igen, nem upgrade-elek vissza, sztornó. De azért mentek. A 3 robbanós nyíl az azért úgy szép. De vajon hány... De úgy okosan használt, mert már nincsen sok fejezet hátra, ezzel együtt van még 3. Jó van. Most például jött egy rohadt sok zombi, dobtam el egy gránátot, meg robbanós nyilat, tehát ott használtam, az nagy sebzésben nyomott neki, mert tudott területsebzés minden. Igen. Itt jó jött ki. De most van. Egy zombira tényleg nem fogom ellőni. Várj, mi volt? Jött a tükör volt csak. Na én vissza is jöttem. Ocskos retek kurva. Terelte fel a csapdákat az egyik. Majd ha eljössz ott, ahol a mentés volt, ott menj jobb oldalra, és ott van egy ilyen első rész. Azt látom, de... Oda kell menni. Az egyik épp szereli a csapdákat. Ja, ez itt nézi a Joseph izét, őt itt hagyjuk, azt akkor megyünk tovább. Igen. Ő ott marad. Megkockáztassam a hatástalanítást? De egyszerű guggolva oda mész, ez kész. Nem robban. Ja, ez nem olyan csapda, hogy... Ez nem olyan csapda. Oké. Okay. Sebastian, vedd elő az ifjúságot. Ja, most egy savasat kapcsoltam ki?
Ez szerintem ilyen insta kill az a sebb, vagy nem? Hát mondjuk talán... Vagy valami halálsok sebzés. Jajajaj. Megpróbálom most egy kicsit azt a szinten, mit tudod, hát elkaphatjuk őket hátulról. Jajajaj. Szóval én ezt én főtöröm, de ezekben a sárga ládákban eddig sosem volt semmi. Azt szerintem meg most is ugyan. Igen, nem volt benne. Na itt is elkezdett remegni minden egyébként. Esik szét a világ. Ja. Rubiknak tönkrement az agya. Hát... És szöges izébe van bezárva az izé ajtó. Az összes ajtója. Ja, okay. Itt van a Jose. Követ minket. Ja, jön. Oda kell elmenni. Jesus. What could cause this much damage? Hát az, ott még lesznek érdekes dolgok az. Yeah. Metro. Az a fogok át kellni, az vicces lesz. Hát de geci. Hát innen megmondom bazik, hogy ez le fog szakadni. De azoknak szét kéne kapcsolni, tehát az nem védja így ezt a mindegy. Jó, jó lesz, nagyon jó lesz. Hát de geci, én már élvezem előre. És kicsit kibaszott messze van a másik rész a dolognak az az. Itt van egy lift, ami mindjárt leszakad. Aha, de nyugodtan álljunk rá, mert biztos biztonságos. Rá lehet állni. Vagy, ja nem. Akkor mindegy. De ellőni tuti el lehet. Biztos el kell. Igen, el kell lőni. És itt utána le tudsz jönni. És erre oda nem, de akkor mindenképpen arra kell tovább menni. Basz meg! Gyere, Joseph! Joseph ezt a halandot most ki fogja hagyni. Nem jön? Ja, értem. Értem, miről beszélsz. És újra egyedül. Ne jó. Ne kockáztas. Én mondanám neked, hogy kockáztas. Hát ugye, mondom, gyere, kitárom a kezem, elkaptak. Csak idáig kéne lemászni a létre, ezt egy jó hátraugrás, azt visz lehet. Jó. Amúgy simán meg lehetne oldani. Jó. Biztos. Ja, nem beakadt egyet. Jó, már megijedtem. Megjön, lefagy. Várj. Ez a hang ismerős. Ugye nem az, amire gondolok. De bassz meg. Az mi ez? Ó, de jó. Tudod mi ez? Igen, látom. De ez már ki lett lyukasztva, he? Hányszor kell kinyírni ezeket? Ha idáig mindenkit kétszer kellett. De ezek mi meg tudunk halni. De ők ezek visszatérnek. Ebbe tudod mi a legrosszabb? Hogy belőle sok van. Nem egy, hanem sok. Szóval őt nem egyszer kell majd így azért kilapítani. Tuti. Ezt a bombát én hatástalanítom is. Bombát, csapdát. Mert tudod, ad alkatrészt. Igen. Lehet, hogy kicsit tovább tart, mint általában a többi. Én úgy vettem észre, hogy ez nem olyan gyors. Jó, nem baj, de legembercsi. Mert szép volt itt, szóval megmarad az, hogy hatástalanítottam. Szóval ő jobb oldalra ment, ez én balra megyek, ugye? Bement az idióta a tűzbe. Na jó van. Nem baj. Lehet öngyilkos lett. Biztos, hát bárcsak. Csak az a baj, hogy a fej szépből van, szóval nem szóval megérzi. Meg föltámad, tudod? Ja, hát szóval neki nem számít, hogy... Hát mert én nyomorult ezt azért. Amennyi doboz van, annyi szó föltámad. Aha, szóval itt el lehet bújni a szekrénybe, oké. Az jót jelent. Én szerintem elő is veszem be azon a fagyasztósinat, hogy biztosítsam magamnak a menekülési útvonalat. Majd tartok attól, hogy ilyen használati dolgokat kell majd végezni vele. Bazd meg, majdnem belementem ebbe a drótgecőbe. Ott az üveg. Én nem akarok most hangoskodni, mert félek egyébként, ha valami felrobban, valaki rám lő. Csak egy drótos csapda. Bazd meg, itt a Rubiknek a geci klónja, tudod, az amelyik így okádja magából a... Jó, a kezeket. Ó, bazd meg, le tudom steltelni. Ú, de bald nem. Áj, geci. Milyen fasz van? Oké. Okay. Én lebuktam. Én próbálok még egyelőre, még jó tartom magam. Mit kell nyomni, hogyha magad te vagyok? A space-t azt hiszem. Jó van. Egy másodperc időm volt rá.
Már megint a puskás gecinálva. Jó, a Rubik is megfagyott. Mondjuk szerencsére olyan könnyen pedig szép, mint egy sima zombi. Fölgyűjtöm gyújtó... Nem, megöltem, de nem kell fölgyűjtöni. Két sniper is, ezer löty. De azért megijedtem. Én is, mert azt hittem, hogy már megint bazd meg, ez itt elkezd tombolni, akkor itt vége a dalnak. Szerencsére most nem volt olyan veszélyes. Nem is bámul egyébként. Elég szar az is, hogy itt van ez a dobozfejű. Ja. Azzal nagyon nem kéne összefutni, tehát... Nem, nem akarok, de biztos ezt fogom. Beleszkriptelve valami meg. Igen, igen, de lehet, hogy már most is összevének lefutni, de és azt azért spóroljuk meg. Ja, nem kéne. Az a baj, hogy egyet belém basz a zsákkal, azt visszlát. A sav. A sav. Elkapott? Igen. Itt a oldalsó szobában. Nem tud kerülni. Láttam egy szerszámot, azt akarnám fölvenni, de azt hittem ez az ahonnan jöttem, azért mentem át. Belezavarodtam. Na gyere, boxoljunk! Úgy néz ki, hogy ő erősebb pofont tud adni, mint én. Jó, mindegy. Most már tudjuk, hogy hol van, hol mi van, meg mi nincs. Én meghaltam, faszom. Nem tetszik, hogy itt egyre több fegyben van, bazd meg. Hát ez milyen? Meg rajtuk van az állarc, meg maszk is van rajta. Szóval ez már így a geciség ne további egyébként. Geci, rúgj egy kis ütjel. Ez... mit csinált? Történt. Fölrobbant valamit, nem mindegy, de... valamivel vele sétett, ami csapdában vagy, én nem tudom. Azt meg... nem kiszugasztja el. Ügyesség. De visszamársz fordulni az utolsó centi másodperce, én úgy nyakon fogod passzni, hogy ezt megemlegeted. Jó van, Rubik, ügyes vagy. Te beilletisítetted a csapdát. Most tűnjen innen, hogy úgy nyakon basszalak a késemmel, hogy... ne kell élj fel a büdös életbe soha többé. Mi azt is meg lehet késen a Rubikot? Aha, meg lehet. Előbb majdnem sikerült, csak pont megfordult, geci. Szóval így ez a tipikus ilyen agyfasz, geci. De simán meg lehet késelni. És meg is halt tőle. És az 1000 agyjelenet kérem, köszönöm. És van még a maszkos geci láda. Itt vörög. Feküdj már el, úgy! Csúcs meg! Ne. Nyílj puskás, nem! Assassinba, másodikra. Ez meg egy bomba! Ez de az... jó! Jó van, ezt az első kettőt, aki itt volt, aztán kicsináltam. Ez írtóra. Egyébként annyira jó lenne, hogyha lenne valami gyorsabb menés a guggolásba, mint ami a kettőben lesz. Ott van ilyen gyors assassinkodás? Igen, igen, igen. Ott egyébként nagyon kell. Ja, ebből a csapdában megy bele. De ezt jó. Ott hagyom, menjen csak bele a zombi. Várj, itt volt a retek, ugye? Nem hiszem, hogy láttam volna. Aha, ott van. Merre jön? Let's not find out. Azban nem látom. És nem jön a retek zombi. Meg ezt nem látom, hogy mit csinál. De még csak most vagyok itt, aki az erkénél lesz. Jó, hogy Sebastian egyébként megtanult ilyen alapvető dolgokat, ha már futás, nem a guggolás vagy neki hosszú ideig. Nem igényel sztaminát. Ne, nem vettél észre. Azonnal fuss, anyag basszuk a késre. Hoppá, ott milyen zombi jött, annál fegyver van.
ez egy balhassz. Mi van, nyílt puskás már megint? Ez egy balfasz, előtte másztam be a szekrénybe, kajakra lámrátott, aztán idejött, szétnézett, azt elment. Hú, az meg mindent kurva jól kinyírtam, jött egy nyílpuskás robbanós nyílás és kinyírt, de nem full lazán. És onnan kell kezdened, hogy idejössz? Megint, hogy előről írt semmi, nem a rubikos rész, tehát ahol van ez a kopi másolat. Az jó. Itt mennyien vannak, az még egy rubik van itt. Jetszik. Hatást nem tűnik én, szerintem a csapdát meg fog halni. Én szed aztán kérlek gyorsabban, mert szerintem visszajön ez a fal. Én ez a fedezék. Idáig jó megy az asszaszínkodás, de... nem tudom. Valószínűleg nem fog örökké kitartani. Na, megindul erre a Rubik. És ha minden jó, akkor itt meg tudom késelni, ha erre jövök. Gyere tovább, gyere úgy, úgy. Jó. Nem el. Először a Rubikot kell megkéselni egyébként. Azt akartam. Gyorsnak kell lenni, mert... különben beszélni az ember. Tökön lőttem. Na, jól esett, örülsz? Mi? Mi van, hogyha szadista? Vagy mazoista, azt erre jó, akkor nem jó. Akkor nem kellett volna tökön lőni. Nem. Az a baj itt most ezen... most van egy, megint egy Rubik, meg egy sima. Fasza. Biztos nem itt haltál nekem tovább. Valahol, majd a másik rúgot már megölted, nem? Aki kicsit előrébb van. Igen, az első az halott. Én direkt lekapcsoltam a lámpát, nem tudom, hogy van-e szemük, de nem akarom a kockáztatni. De pontosabban, hogy látni kell. Nem áll! Egyébként tök vicc, hogy egyre közelebb vagyok hozzá, egyre többször áll meg szétnézni. Érzi a jelenlétedet. Bazd meg, átmentem az egyiken és ő nem volt halott. Hát ez egy geciség. Nem lett volna nálam a fagyasztó, akkor most beszoptam volna, a másik is jött volna a shotgunnal. Regenerálódunk egy kicsit, utána betolok egy gyógyszert. Úr lesz Sebastian, úgy köszönöm. Hát, háromból egy összejött most ezen a részen, nem rossz a rend szerintem. Se, nem kellett egy lőszert se ideig mint pocsékolni, szóval nem mondom. Nem már, akkor... shotgunnal agyon lőnek a fő... Nem! Még egy... nyílpuskás. Szerencsém, Ák. Ó, bazd meg, ott van az a... ó, látom a nyílpuskást, aki megölt téged. Én szerintem túl hangosok, azért jönnek ide, észrevesznek. Bazdnek. Nincs rab. Várj, de azt mondtad, volt egy dinamitos is, ugye? Hú, az mennyire volt? Már. Micsoda? Mondjad? Semmi, csak azt akartam kérdezni, hogy ott volt a nyílpuskás mellett, vagy egy kicsit távolabb. Hú, azt már nem tudom, nekem ezek random jöttek, a nyílpuskás, tudom hol volt, mert zajongtam és azért jött ide. Ja. Nekem itt mászkál a folyosón. Nem tudom, milyen messze fog kijönni. Ha már az kijön, akkor úgy rábasztam. Meg? Kéne már fordulni. Ott van Ruby 2, vagyis 3. Nem, már 4, mert már egy ez a legelején is megöltünk. Ja, hát igen. Ó, te elbújjuk az asztal mögött. Már innen fordulj meg. És előveszek mondjuk egy ilyet. Jönünk Sebastian, te köröd.
Úgy... az agyjába. Az a baj, most két út van, nem tudom merre kéne menni. Na jó, menjünk akkor erre. Remélem ide fog jönni, kicsit kempelek. Ú, hogy verem a gyomorszájadba. Meg jó, hogy olyan jó célzom, mint én. Tényleg nem járkáltál itt retek. Egyébként a legszomorúbb az egész dolog, hogy ezek olyan simán átjönnek ezen a savas részen, hogy... Nem, nem is tudom. Jó, nyilván lejjebb kell menni. Nyilván megint belépem a medve csapdát. És nyilván a szekrényben egy bomba van. Rubik olyan, mint egy asszaszín. Egyébként igen. Kicsit megrohadsz már, meg rámálom, mint egy kúsa. De egyébként ezzel a Jedi képességgel tök jó asszaszín lehetne. Kár, hogy egy geci láda. De ki tudja, hogy az Assassin's Creed 12-ben lehet, hogy találkozol vele. Ja, vagy azt kell, Rubikkal kell lenni irányítani, amikor ez túl OP lenne. Igen. Tudod, egy Jedi képesség, meg beküldesz mindenkit egy ilyen helyre, az nem tudom, az igen, pokolba küldj őket. Ilyen gátpádőr, az ilyen. Na, csinálj valamit. Az, itt van mellettem pont a bomba, hogyha nem guggolva jövök, ezt úgy benézem, mint a szar. És ez épp, hogy geci meg volt. Kicsit lassabb vagyok, azt meg is döbbik. Látom a szobát, amiben egyébként bejött ez a dagat, vagy a kockafejű akarom mondani, de ő nincs itt. Nem tudom, hol van egyébként, de... Nem áll! Baszd meg! Ha kijössz ide a teraszra, simán át tudtál volna ugrani ide a másik részre. Rubiknak elég volt egy dárda, nem volt elég föltámadt. Egy ilyen... Mi ez? Cigonytól föl kell. Nem, csak elrepült a rákba, de él még. Az nem barátság. Egy cigony, meg két pisztolytöltény. Én nekem sikerült mondom, hogy leve az Assassin-ba idáig mindként. Hát jó, az egyiket le kellett fedezni. Ez nem ér el elég, akkor még egy gyufát. Nem már ne kelj föl! Feküdj vissza szépen. Nehogy meg is! Jó, nem ütött meg. Aludja csak. Elég távol voltam tőle. Én már megyek csak, nem merek csak ugolva menni egyszer, ahol már megyek biztos magamban. Jaj, ott egy pisztolyos. Ó, geci. Petya, ha lejjebb mész, akkor már tele vagyunk csapdákkal. Tudod, mit jelent? Fasz a szopás jelent. Hát de azok a lábcsapdákkal, a szögesekkel, ja, tudod? Ja. Ja, értem. Itt a dobozfejű. Valószínűleg tartom legalábbis. Ja, hallom, hogy húzza a kalapácst. Ott mik vannak? Kincsek vannak ott. Tegyen ezt... Merre mentél? Én le, van itt egy lépcső lejáró a folyosón, ahol van a második Rubik, a Rubik, és végigjössz azon a folyosón, aktiválod a savas csapdát, és ott. Ja, jó, megvan. Ott a lépcső lejössz, leugrasz. Na, bazd meg. Az itt vannak a csapdák, ó, itt de a adja a crafting cuccokat most ez erre. Hát játék. Jó, hogy adja. Viszont hol van? Láttam, hol volt ez a lootolós hely? Én erre jövök el, el tudok jönni? Hogy jutok le? Ott van egy szép, na mindegy, akkor oda biztos, hogy bennem is kell. A játék olyan kibaszott sötét, bazok, hogy... most megindult ez a getva. Jó, azt a bombát viszont nem fogom hatástalanítani, mert az nagyon veszélyes. De medvecsapdákat hatástalanítottam. Kíváncsiak, hogy el tudom ezt kerülni full assassinba, de... Esélytelen. Körbe-körbe mászkál, nem tudom mikor merre jár. Szerintem egy rossz lépésem lesz, valamit nem veszek észre és visszalát, vagy csak épp rám fog találni. Már egyébként nincsen szeme, de hogyha szembe állsz, akkor valamilyen módon oknál fogva meglát, hiába ez egy helybe és egy húsba. Ez egyébként fuck logic, de hát
körül itt van egy szép, de szerintem csak annyi élete van, amennyi szép van. Hát, de biztos, hogy jó, elég sok van, hogy ne tud... Hát én ideig 3 vagy 4 szépet láttam. És nem tudom, hogy mennyi szép van az is, de... Na, nem se akarom ott tűnni. Próbálom a lehető legjobb módon elkerülni. Ellenőrző pont mentés! El tudtam kerülni a geciládát! Várj, inkább nem mondom, mert még az épületbe kell tovább menni. Akkor checkpointig el tudtam kerülni a geciládát, így fogalmazom. Az valamit ott eszik. Azt mögöttem menjél el, és majd bemész a szobába, elindulj, úgy. És akkor kövesd, úgymond úgy kövesd, hogy egy darabig deaktiválod azt a savas geci csapdát. És utána ott elmész jobb oldalról, ott van egy ilyen szellőző, és ott úgy el tudtad kerülni. Én legalábbis így el tudtam. Jó. Értem. Tudom, hogy nem mondok sok érdekes információt. Megvan, itt vagyok pont, és látom is, hogy mi van. Meg merre. Mi merre, hány méter, de itt vannak lootok, ezeket felveszem mindenképpen. Na Petya, már mennyit a loot time? Ez a rajdli. Van egy szabad, de nem fog kalálni, csak az is, hogy benyitni, mert fosok, hogy jó itt lesz. És sárga ládában volt most kivételesen 100. Agylé. Érdekes. Már megint itt az az elmebeteg, aki röhög. Mondja. De most ő előre ment, ugye? Tehát akkor itt most nem kell fosnom tőle, gondolom. Nem, de azért egy kicsit laposra vedd. Igen, úgy megyek, assassinba. Nem kéne vele összefutni. Nem. Shotgun-t az feltöltöm, vadászpuska. Körészünk. És... meg is van. Jaj, menekülnek az egerek. Kell jöttek. Az egerek után kell mennem? Mhm. Jó, a füst van. Igen. Már nem is, mert köhögött. Na végig még azt másolamot kapunk. Pókháló. Ja, faszom, ez egyre szopatósabbak ezek a pályák, geci. Ezt nem tudok mit kezdeni. Eltűnt. Itt van, hallod, a mentésszobában most jöttem vissza, és itt van a Josephnek az eltűnt missing posztere. Az igen. Újság nincs, hogy esetleg tudja, mi történik. Miért missing? Az velünk van még, meg van még. Nem tudom, szerintem ezek az ilyen missing poszterek, meg ilyesen, ezek a valóságból vannak. Legalábbis feltételezem. Jó, lehet amúgy, hogy valami átjön onnan, és akkor így... Igen, meg az újságok is legalábbis gondolom. Itt egy láda, ezt te felvetted? Igen. Mi volt benne? Szuper, vagy Magnum. Igen. Nekem Magnum az mindig izébe lesz ilyen... Epic ládában be is töltöm a Magnumot. Nekem shot időszer volt benne egyébként. Nekem Magnum volt. Na mindegy, én mind a kettőnek örülök. Minden szóval shotgun is nagyon jó, tehát ez... A lőszer az lőszer. Ó, bazd meg, még lejjebb megyünk. Ja, erről beszélsz, itt a bolond. Aha. Meg kell hallgatni szerintem, mert csak akkor nyílik az ajtó, tovább tudsz menni. Has to let them know he has the upper hand. Úgy túlsuklult van egy helyem. Gets his victim all worked up. Kácsak, hogy nagyon vége van, elhalmoz minden a játék, és kell is használni is azt a sok mindent. Igen, szóval nem tudunk még stílbe tolni a dolgokat. Az mi az? Detective Castellanos. Lady, level with me. Az a baj, kimegyek erre a folyosóra, azt érzem, hogy valami kezdet is fogja venni, amit én nem akarok. Nézzük a fegyvereimet, mindegyik fel van töltve. Minden fel van töltve. Mennyi, hogy levetszettél már össze? Már mindjárt megnézem, bementek egyet. Még nem volt elég szerintem. Közel vagy már 40-hez egyébként? Mennyi is van? 3... 38 000.
200 ötös. Ó, na még 12 000 lesz, meg leszünk. Jajjaj. Szerintem még lesz egy olyan boss ezen a szinten, hogy egy 10-es dobjon. Tuti. Meg amit összedútolgatok szedek az... Fú, geci, ennek a hátában van két robbanó nyíl. Menjél már a faszba. Majd hagyom lesz... egy 800-at. Jó, most már csak 1100 kia. Vagy 10100 jó. Ez mekkora cheat már, geci? Hallod? A lentebbi szinteken vannak olyan zombik, be van robbanó nyíl, szóval én kamikázom. Baszd meg! Fasza. Hogy rohadnám meg? Rájöttek, hogy tök jó dolog így craftolgatni, hogy mi csináljuk, ezért ők is csinálják. Ja. Csak ők elég hülye módon használják. Hát, de viszont hogyha úgy jelöd meg őket, akkor tudod felvenni a robot. Ja nem, akkor mindegy, eltűnik. Nem lehet. Nem lehet, eltűnik. Már lefagyasztottam őket, azt úgy akartam mondani, hogy fel lehet szedni. A fényt amúgy látják a zombik? Tehát nem tudom, én lekapcsoltam a lámpát. Én megtehetem, én nem veszem fel a nézőknek. De nem biztos. Most felrobbantottam egy bombát, kíváncsi. Akkor nálad csipogott, jó. Mert hallottam. Hallottad? És... Bum! Ez szétszedjük. Szét is lőttem a kamikázéket. Muszáj egyébként, ővelük nem szabad játszani sokáig. Volt egy láda, ez semmi egyéb, azt hittem lesz itt valami. Alig szó. Nem. Ja. Azt hittem, onnan is akarsz valamit. Híres akar lenni. Nem reklámozunk senkit ebben. Ilyen. Csak van egy ilyen vicces, sötétebb bőrű emberke, aki GTA Standard átjátszik folyton. Igen. És ilyen vicces jelenleget rak össze például, hogy CJ ugyanúgy néz ki, mint a csába egyébként, ugyanúgy szokállas, ugyanúgy fekete felkendője van a CJ-nek a játékban mindenki a kamera előtt. Ja, és ez a... úgy állítottam, mint a... Igen, úgy, mint önmagát, és például egy csaj üti... Hátráldom, nagyon picit sérültem meg, de azt hiszem föl lehet venni, de nem. Csaj üti a CJ-t a rendőr előtt, maga az a csaj, hogy én nem félek egy fekete férfitó, és így üti. És így, akkor az a néger csaj mindig a kamerában néz, és ilyen hülye arcot vág, ilyen, what? De ilyen komoly egyben, de mégis ilyen mi a fene? Ezt a fúsugolja az arc kifejezést. Jó. Mindig, hogy elküldöm neked ilyen 30 másodperces klipeket csinál, de nagyon jó. Aztán pedig megüti a nőt, a rendőr meg a nő, elkezdi őt ütni. Őt a fekete embert a földön ott ütni. Ja. Meg rúgják. De szóval... Rasszizmus. Én most olyan volt, hogy CJ így elkezdett nézni egy nőt, elkezdett utána szépen szép lassan, az hirtelen bejött a barátnője a képbe, és gyorsan megütött valami random embert az utcán. Az ilyen barátnője? A barátnője bejött a képbe hirtelen, a fizikai. Igen. Ja. És akkor gyorsan megütött egy random embert, hogy nem az őt követte, nem? Jó. Csak verekedik az utcán. Majd elküldöm, hogy ilyen 30 másodperces klipjei van, hogy voltjuk. Jó. Majd küldd, de azt megnézem. De most láttam egy csatornát is, nem arra kell menni, vagy most? Nem. Lejjebb kell jönni megint egy szinttel. Na, hallasz egy lövés. Vagy nem csatorna, hanem szellőző, na. De erre kell jönni. Jó, mindegy, szétugrodom mindent. Én tuti lejjebb vagyok maradva. Nem vagyok sokkal erőrébb, egyébként én ilyen felderítő vagyok, mert szerintem azzal a döggel még találkozunk, és én azért megyek előre, hogy én legyek a kicső áldozat. Csak az a baj, hogy túl sok a föld, ez a koncertdoboz, ami zajt okoz és csörök. Félek, nem az igazi ilyen. Mindig legyen az, hogy tévedek. Jó, már megint a tüzes rész van, szóval valószínűleg. Mennyi agylé. Mennyi kinyitható láda? A fele üresíte. Jó, ha így haladok, meg lesz a izé. Szia! Jó, Petya, a konyhában lesz az a retek dobozfejű geci. Hú, az jó. Na, előveszek valami nagyobb baszót. De várjál, a Joseph-et üldözi. Azért előveszek. Ah, úgy van. Ja, bocs, minket a Rubik fog üldözni, az még jobb.
Az is jó. A hamis Rubik vagy a igazi? A valódi Rubik passzott egy akkora zajt, hogy ide fog jönni a kocka fejüget, Szilárda. Hú, hát az jó. Nem látom, hol van. Jó, mindegy, egyszer megdögök, sikítani fogok. Ahogy látom, most nem is baj, ha zajongok. Itt még. Nem. Itt még nem. De én azért akkor is assassinba mentem ott is. De én nem tudom, hogy hol szabad is, hol nem. Jaj. Jó, hogy felnyomom a lámpát, mert én nem látok semmit, szóval muszáj kérdezni valamit. Buzi Rubik megölt minden fényt. Mindenféle ulla bele van menve a csapdákba. Ez mi a geci? Repülő fűrészek! Mi van? Kíváncsi vagyok rá, mi lesz ott. Ez mi a fa? Na menj a... Na jó! Ez mi a fa? Ez is néz ki. Na jó! Szerintem ez olyan tipikus, hogy... Nem tudom, hogy köröztem. De le, most kinyírta a fényeket, meg a mindent a Rubik, és most ide fog jönni a doboz? Ameddig nem hangoskodsz, addig nem hiszem. Itt van egy szűzmárja szobor. Én meg maga vagyok a szűzmárjahez, túlélem. Ja, ezekről beszéltél? Kis repülőcsészaljak. De akkor beértelek ezek szerint. Igen. Mindjárt itt vagyok az ajtónál a végén, csak... Nem tudom, ki lehet őket nyírni valahogy. Aha, lefagyasztod. Fűrészeket? Aha. Ja, mondjuk nem hal meg, csak lelassul. Nem tudom, én nem akarok belelőni bőszerbe. Ne! Sebastian, ha túlélted, akkor te egy isten vagy. Meg lángol is itt ez a... nem tudom micsoda. Igen. Nem be kellett drogoznom magam, hogy most elpusztuljak meg. De egyébként igen, ki lehet, meg lehet őket ölni, mert az egyik felrobbant velem együtt. He. De úgymond ő is. Egy csapda... Ezek azért szarok, mert szólsz a pattognak. Igen. De nem ölnek meg. Mármint... Nem ölnek meg egyből. Értem. De csak sebeznek. Ne! Mocsok, geci, belök a tűzbe. Na, arra jön, amelyre én is megyek éppen. Vagy az a... Pont belefülöttem a tűzbe! Buta Sebastian. De még élek. Gyerünk. Shit fogom beszokni, ugye? De! Sebastian! Petya, a sav az instakill egyébként, elmondom. Tudom, már rájöttem. Én meg csak most, az ajtó előtt az van, és azt hittem, simán át lehet sétálni. Hát ez nem így működik. Akkor rajnál volt a szar. Egy pillanat, hogy nyájlott csak. Már megint. Majdnem belementem, amit is kíván. Jó, van. Tanítani akarok. Ne hozd meg. Nézzük a pisztolytól megfele egyből ez a kis pacak. Nem. Igen, gyorsan hatásra állítsuk. A tüzet megvárom még egyszer. És... Nem!
Különösen ez fél tud robbanni, ha. Úthoz jöttem előbb. Benyomunk egy gyógyszert. Hú, most nagyon jól állunk. Kéne egy mentési lehetőség. Mert akkor tényleg nagyon jó lenne. Na, visszatértél? Igen, igen, bocs. Jó van. Én már túl jutottam a fűrészeken. Igen, innen jöttem. Most egy kicsit én vagyok hátrányban, nem igaz? Ja, nem baj, nem baj, bevárjuk egymást. Lesz annyi. Mm. Jó, most indulnak elünk a szállóba. Ó, ez is jó néz ki. Ígéretesnek tűnik? Igen. Bűrészeket szét lehet lőni? Igen, shotgunnal egyből két meghal. Pisztol. Két pisztoly, ez annak. Én szerintem nem pazarlok másnál. Várjál, most akció van pont. Na most mondjad. Jó van. Várjál. Nagyon ölnek. Sebastian, tényleg kipasztal. És itt villog a pofámba, ú, de ülök neki. Nagyon jó, hogy ilyenkor küld a Martin ilyen hülyeségeket. Majd megnézem. Hát támadj már föl többször. A doboz fejű az? Igen. De jó, megvan az út. El lehet kerülni egyébként? Meg lehet oldani, elég lenne szerintem egyszer is megölni, én kétszer kinyírtam. Most egyszer mindenképpen ki kell nyírni, mert rögtön észrevesz, tehát ja. Ez egy olyan jelenet, de én kétszer is kinyírtam. Akkor nem lehet így elkerülni, mert akkor második az egyből oda fog rád rásolni, szó. Nem egyből, az idő, amíg föl kell, tehát elég lenne az idő ahhoz, de jönnek fűrészek ott is, tehát fűrészek üldöznek közben az izé is. Ez jó, az is szép fejű, szóval kellemes. Na, jó, és véves kijutottam. Szétlútolom a fejemet megint. Ne? Nagyon arra épít a játék, hogy én kraftolják magamnak. Ú, bassz meg. Adja ezért. Jó, hogy ezek a fűrészek robbannak, aha. Igen, ha fölállsz, akkor robbannak, vagy valami ilyesmi. Én nem, nekem nem is kért felrobbantanom őket szerencsére. Nem, nekem se, csak elkezdett pirosan pittyegni, azt úgy gondoltam, hogy arra képes. Valószínűleg igen, ami pittyeg és piros, az itt ebben minden robban. Biztos, csak hát, ezt nem lehet space-szel hatástalanítani. Igen, gondolom. Hát, szerintem. Ó! Oh. What's she after? Na, meddig nézi még Sebastian őket? Nem tudom. Én már most még harmadszor lennék a szobának. Hát. Nekem egyből sikerült, de ott pillanat, amikor majdnem meghaltam, de egyből összejött. Hát mert ilyen szerencsét gyerek vagy. Ez profizmus. Az az. Azt sajnálom egyébként, hogy ezeket a drótcsapdákat, amik a földön vannak, nem lehet ellőni. Ja. Azt úgy adnám. Én szétszedtem őket.
De hát materiál. Én nem tudom, mert alatta egyből van a lángcsóva, szóval. Ja. Amúgy vigyázz, mert lesz a drótos csapda, ami mit tenni, amelyik tüskék a falból, vagy falból, igen, falból tudom, meg a plafonból is. Be. Ezek a tüskék folyamatosan jönnek már, ugyebár. Nehogy a csapda meg egy geci, ma azok majd visszalöknek. Nől játszótér, milyen jó néz ki. Kinek mi? Leslie can go home. Can take the train all the way. Ez a konyha elég veszélyes egyébként. Elég nagy szadistának kell adni egy ilyen dolgozni. Ja, már egy kicsit. Protect me? Yes. That's my job. Good, good, good. When I get home, they'll be surprised. Basz meg a kurva anyállat. A csajnak lila szeme van amúgy. Itt mennek, legalábbis ebben a világban. It's not your fault. I'm sorry. Stop. You don't understand. You don't know what he'll become. I do. I've seen it. You don't understand what Ruvik is after. So tell me, what is he after? He's after Leslie. What, he needs to finish his science project? Don't patronize me. I have orders. I can't let him have this boy. Leslie is the only one he can... Oh, what? Spoiler! Fejezet vége. Kajak? Igen. Bozozóló, te kurva! Anyad! Ez a 7. alkalom, geci. Hú, akkor te most nagyon szívsz az a részre. Jó. Nem fogom felbasználni. Viszont ez így egy, legyen egy rész, itt majd bevállak. Jó van. Addig köszönjük el a nézőktől. Ja, na, szevasztok. Csősztok.